Sziasztok! Múltkor ugye véget ért a szaúdi túra, és ott hagytuk abba, hogy jön a Grasshoppers elleni barátságos mérkőzés, és akkor a mai részben még bele fog férni a maradék négy barátságos mérkőzés is, úgyhogy menjünk, nézzük meg, hogy a fiúk összeszedték-e magukat hazafelé, vagy lesznek páran, akik mondjuk nem érnek haza Budapestre. És akkor következhet az elvileg eddigieknél erősebb Grasshoppers. Az asszisztenssel játszhatjuk le a meccset, mi majd csak maximum beleszólunk. Úgyhogy nézzük, hogy mire megyünk a svájciak ellen. Hát várható volt, Bolla Bendegúz ugye. Kifejeljük a labdát. Herz. Ellövi keresztbe, szerencsére mellé megy. Ugye, svájci helyzet. Reméljük azért látunk végre majd megint Budapest FC helyzetet is. De hát az mostanában luxus. Ez a 4-4-2, nem tudom, hogy elvileg jó formációnak kéne lennie, de nem úgy működik, ahogy szeretnénk. Na, Németh Andris. Csekkaróni. Hato. Passzol Németh Andris elé. Lő. Kapus védi. Így szögletet rúgunk. De volt végre egy helyzetünk. Egy viszonylag komolyabb. Allende a szöglettel. Allende adja be. Németh Andris elől elfejelik. De csak Biukig megy a labda. Aki be tudja passzolni. De Demhasaihoz megy. És már Jung Sang-bin mehet is. Jön a kontra. Schmid. Kava belül viszont Csekkaróni elszedi a labdát. Lara bedobás, Varela. Lara előre tudja rúgni, de Németh Andris elől megint elfejelik. Kava be, Jung Sang-bin, Herz megiramodik, kiviszi oldalra, kipasszolja Szekónak, aki így üresen be fogja tudni adni. Ható hátáról Bolla, Demhasaj, jön Schmid, és Iker Alvarez véd hatalmasat, nem láttam, valakinek a lábáról a kapu felé pattant a labda, és Alvarez vetődéssel kivédte. Úgyhogy nagyobb svájci helyzetek, ezt is vártuk. Demhasaj, Schmid újra, bal szélen megy le, nem nagyon támadjuk, Ható középen kifejeli, Bolláig jut, Bolla, Demhasaj és Alvarez megint ott volt, szerencsére fölé ment, úgyhogy nem kellett. Moreira kirúgása, Enzo Bojomo, Ádám Martin elveszíti a labdát, de szerencsére Nakai visszaszerzi, Ható a bal szélen, Biuk be tudja adni Ádám Martin mellé. Megvannak a helyzetek, itt érdekes módon jobban, mint az arabok ellen. De nem fogok semmit csinálni. Ugye Romaschenkónak mondtam, hogy beszélje meg. Majd a 60. perc környékén cserélünk. Azaz mindjárt, ahogy látom, mert nagyon pörög az idő, és nem nagyon történik semmi. És akkor ott jöhet is egy csere. Méghozzá Allende nagyon elfáradt, úgyhogy bejön helyette Emre Gökay. Ádám Martin helyett bejön Szeid Dumbia, mert nem nagyon kapott lehetőséget. Bojomó helyett Vuskovics. Csekkaróni helyett beáll Sané. Mueanta még nem jön be. De Arda Gülert beküldjük. Varela helyett ő elég jól tudja osztogatni ugyanúgy a labdákat, úgyhogy benne bízunk, hogy tud vinni valamit a mérkőzésbe. Biukot fejelik le, Sané szerzi meg, Arda átpasszolja Emre Gökay, vissza Vuskovics, Németh Andris, Emre Gökay előre Biuk felé, Bolla elfejeli, Herz, és indul is a Grasshoppers egy kontrából. Herzet nem támadják, be tudja adni középre
Szerencsére mellé lövi, de nem nagyon támadtak ki rá. Jó, egy svájci szabadrúgás, Bolla, és ott a gól, Loszli rövi be. Bolla Bendegúz gólpasszából, mint láthatjuk, teljesen üresen a játékos. Tehát senki, 8-an védenek egy ember, de az üresen álló játékosra senki nem áll oda. Német megpróbálja Dumbiát ugratni, de Dumbia megszerzi a labdát, hát be, át tudja passzolni Biuknak, aki viszont nem bírja bepasszolni Német Andrisig, úgyhogy ez a támadás is elhal a 73. percben. Ráadásul a svájciak kontrázhatnak is. Schmid viszi a labdát, passzol, Vuskovics ezt előre lövi, de ugye nem jut el Dumbiáig, így Herz rá tudja lőni, és nem tudom mi történt, már is 2-0. Remek felkészülés áll a fiúk előtt. Nem értem, hogy mi történik. Lara, Emre Gökay, Lara, Emre Gökay megy, fel tudja vinni, bepasszolja középre, nem, elönzőzi, Német Andris elől elrúgják, viszont Arda megszerezte és a kapusról kipattant. Így két gólos hátrányban talán valamit mutatnak is a srácok, nem, Arda szöglet. Senki nem volt ott, ahova ment a labda. Német Andris, Emre Gökay, Német Andris. Emre Gökay ott adja a labdát, engedi, hogy elrúgja az ellenfél. És remélem még kapunk egy harmadikat így a vége előtt, csak hogy minden rendben legyen. Kifejeljük. Szekó. Herz rálőtte fölé. Itt is 17 kapura lövés. 17. Tehát nincs olyan meccs, ahol megússzuk 10 kapura lövés alatt. Tehát 19 kapura lövés a végén. Mi az atya úristen csinálnak a védőink? Nézzük folyamatosan, hogy rálövöldözik a labdákat az ellenfelek a kapuinkra. Na és akkor jött a KF Sopoti. Ugye egy albán, hát azt hiszem első osztályú csapat, vagy second cut másodosztályú. Na hát, kíváncsi leszek, hogy az abszolút neve nincs csapatok ellen tudunk-e nyerni, ha már a másik abszolút neve nincs csapatok ellen tudtunk. A kezdőt összerakadtuk Romaschenkóval, itt láthatjátok. Azért nem a legerősebb, meg Allende kicsit el van fáradva, úgyhogy majd cserélünk. De hát megnézzük, hogy mit tudunk a Sopoti ellen. Álvarez lövi ki a labdát, és jön egy albán támadás. Jacopóni, Adam Martin, és ez is semmi, Oscar szerzi meg középen, rálövi messziről, hatalmas gól, de valahogy most ennek se nagyon tudok örülni. A többiek se ünnepelnek vele. Tehát ez a gyalázatos teljesítmény, hogyha hazaérünk Budapestre, ez majd meglátjuk, meg fogja bosszulni magát sokak számára. És igen, tudom, hogy fiatalokkal raktuk össze, nem ez volt a cél, de azért ilyen vereségekbe beleszaladni, ez szégyen, ilyen játékos kerettel. És
nem nagyon történt más az első félidőben. Igen, Allende nagyon elfáradt, hogy őt a félidőbe le fogjuk cserélni. Jacopone bedobás, Allende. Azért még be tudja adni Santo felé a labdát. Kerkez kapja bal szélen, és Santo lövését pont beleértek, fel tudtak szabadítani. De jön is az albán támadás, Oscar szerzi meg a labdát, Ceccaroni, Saibi, Allende, Allende még Dumbia, és ott van 2-0. Még mindig nem túl nagy az öröm, de hát azért egy ilyen csapat ellen ne is örüljünk annyira, hogy 2-0-ra vezetünk. Kb. Mint hogyha mondjuk a magyar harmadosztályból vernénk meg valakit. De az eddigi formát nézve csodálkozom, hogy ez is sikerül. Kíváncsi vagyok, kapott gól nélkül kibírjuk-e a mérkőzést, mert az már egy ideje nem sikerült. Cserélünk. Ugye Allende lejön, és Emre Gökkal jön be helyette. És hát jelenleg Ádám Martin nem olyan, úgyhogy Mueanta beáll helyette. Minden mást intéz az asszisztensünk. Megnézzük a második fél időt. Rekik is el van fáradva, úgyhogy majd ő is valamikor le lesz cserélve. Aha, már írja is, hogy Enzo Bolyomút tanácsolja a játék. Közben albán támadás. De ezt Ceccaroni lefejeli, de Sailu, Oscar szerzi meg, Mueanta visszakerül hozzá, de nagyon rossz a kipassz, úgyhogy jöhet a visszatámadás. És Sabani el is tudja vinni Ceccaroni mellett, de szerencsére Rekik kapcsol, úgyhogy Kerkez. Kerkez lövi át a másik oldalra, Emrének tökéletes labda, és Dumbia belövi a harmadikat. Azért még mindig így visszafogott ünneplés látszódik, de legalább vannak gólok, amiket nem mi kapunk. És akkor itt ezt elszkippelem, mert jöhet is a csere. Ceccaroni is el van fáradva, úgyhogy helyette beáll Vuskovics, Rekik helyett pedig beáll Ható, és akkor ők ketten helyet cserélnek. Jó, ennyi cserét eszközülünk most, aztán majd megnézzük, hogy a többiek mennyire fáradnak. Közben ugye a játék itt írkálja, hogy milyen cseréket javasol, meg hát ugye az ellenfél az próbál cserélgetni. De lehet, hogy most már így engedem végig ezt az 5 percet. Kerkez próbálta előrelőni, de Szelmáni, Bajrani, Sabani szalad el, és Mema üresen szerencsére fölé lövi. De azért itt is csak, hogy 3-0-ra tudunk nyerni. Nem túl bíztató. Kurti, Gashi, Bajrami, Mema. Jó, igaz, ugye 2 nap volt pihenni a fiúknak, most majd többet fognak tudni rápihenni a következő meccsre. De itt is szerencsénk volt, hogy mellé lőtte a játékos, és vége is a mérkőzésnek. 3-0-ra nyerünk, Dumbia duplával. Nem mondom, hogy örülök. Hát, azért még nem dicsérem meg őket. Közben Dani Olmót leigazolta a Paris Saint-Germain, és volt egy beszélgetésünk pár játékossal, akik így nem nagyon értettek egyet a döntéseimmel, meg hogy frusztrálva érezték magukat a beszédeim által, és elmondta nekik, hogy majd, hogyha változik a játék, akkor talán változhat az is, ahogy beszélek a öltözőben. Elfogadták a döntésemet, úgyhogy majd kiderül, hogy sikerül-e valamennyit fejlődniük. Neseret kap még egy bizonyítási lehetőséget. Eddig azokon a meccseken, amikor ő védett, mindig kikaptunk, úgyhogy ez biztató előjel. És itt láthatjátok, hogy hogyan állította össze
az asszisztens, ugye Neseret a kapuban, Enzo Bojomú a jobb hátvéd, Vuskovic, Csekkaróni középen, Kerkez baloldalt, Varela és Oszkár középen, Arda, Biu a két szélső középpályás, és Ilie Váldán Martin elől. Kíváncsian várom, hogy mi lesz az eredmény. Arda szöglete után kifejelik a labdát. Ádám Martin egészen Enzo Bojomóig. Szakad az eső Boszniában. Csekkaróni, Vuskovic, Enzo Bojomó, Iliev és kapufa. És nem volt benne elég erő, hogy a kapus hátáról nem bírt visszagurulni, és kivágták a bosnyák védők, így Arda szöglete. Középre de kifejeli, és Jušić rúgja előre. Úgyhogy ha láthattuk, mindenhova hatalmas szurkoló tábor kísérel minket. Itt a kapu mögött láthatjuk a zöldben drukkoló ultrákat. Nagyon örülünk ennek, hogy ennyire szeretik a csapatot. Annak már kevésbé, hogy ilyen vereségeket kellett látni, de közben Ádám Martin gólt szerez Arda beadásából. Vissza is tudjuk nézni, hogy itt Ádám Martin fölívelte és egyből elindul befelé. Varela elől kifejelik, Arda pedig kapásból vissza középre, amit Ádám Martin bepasszol a kapus mellett. Örülhetnek az ultrák. Mehet is tovább a mérkőzés. Arda szabadrúgás. Ez nem olyan veszélyes szög, ez inkább beadás lesz. Ilie elől elfejelik, Oszkár vissza, Ádám fölé. Hát gyorsan jöhetett volna a második Ádám gól. Arda szabadrúgása, ez ismét egy fölívelés, kifejelik, de Arda megszerzi, nem. Kukić elveszi tőle a labdát, és Kukić meg is tud iramodni. Nem, Arda és Varela közös erővel leszereli őt. Vuskovic, Varela, Iliev, Ádám Martin gyönyörűen hagyja ott a védőt, megkerülte, megkapja a labdát, és belövi. Úgyhogy 2-0. Ez már inkább olyan játék, amit várok a csapattól, tehát nézzük meg. Iliev ott beugrasztja két védő közé Ádámot, és így most begurítja a labdát két védő közé, Ádám kiugrik a másik mögül, és sikeresen belövi. Nem rossz eddig. Szép észrevétel Iliev-től. Ugye ő az Interben nevelkedett, ha jól emlékszem, tehát több lehetőséget kell majd neki adni, majd a magyar bajnokságba próbálunk. Arda szabadrúgása, és ezt rálőtte, nem is volt veszélytelen, de kicsivel fölé ment Agicsics. Azt nem sikerül lefejelni, Hamzagics, és Trumić majdnem egyedül középen, Enzo Bojomó, Ádám Martin fejeli Biuk elé, Biuk visszaadja Ádámnak, Ádám középen Iliev, és ugye Dedić becsúszott, elvette Iliev-től a labdát, de az érkező Varela hát hatalmas bombát akasztott a kapuba, üresen kapta, nézzük is meg. Ugye Biuk passzol Ádámnak, Ádám leviszi, látja, hogy Iliev üres, és Dudecsnek a szerelése pattan rossz helyre, pont az üresben érkező Varela elé. Úgyhogy 3-0. Európába visszatérve picit összeszedték magukat a játékosok. Egy picit még hagyom, a 60. percbe fogunk cserélni megint, ott annak a környékén. Ádám Martin, hát ez egy gyönyörű észrevétel volt, hatalmas gól. Nézzük is vissza, mert ezt én se fogtam fel, olyan gyorsan történt. Tehát ugye a kapus kirúgja a labdát. A kapus végez el egy szabad rúgást a sarokból, amit Ádám Martin azonnal észrevesz, hogy üres a kapu, a kapus meg nem szalad vissza, megvárja, hogy Ádám Martin belülje. Úgyhogy mester hármas, Ádám Martin hozza a formáját és hozza a gólokat. Jó, 60. perc, majd már a 61. mire sikerült nyomnom egy leállítást. És ebben az esetben Ádámot lecseréljük Dumbiára, egy 10-es osztályzattal hagy pihenjem. Kerkez Milos is nagyon fárad, úgyhogy 6-o.
Aztán Biuk helyett bejön Szántóregő, Oscar helyett beáll Nakai, és még a közép hátvédek, akik fáradnak, úgyhogy Vuskovics helyett beáll egyelőre Rekik, meg beáll akkor Csekkaroni helyett Sané is, ne panaszkodjon, hogy nem lép pályára. Úgyhogy elég nagy csere után megnézzük, hogy hogyan alakul a mérkőzés. Dumbia, Sané, Sané passzal előre, Biuk, bocsánat, Szántó már a pályán, Szántó be tudja adni középre, beadja, Varela, hát gyönyörű játék, kapufa. Szép volt a meglátás, de most Varelának nem jött össze a gól. Viszont támadnak a bosnyákok, Kukić, és na, ne seret, most sem úsz, de lefújta. Nagyon úgy tűnt, hogy most sem úszta megkapott gól nélkül. De lehet, hogy nyertes meccsen lép pályára, Arda beadása, Ilievet lefejelik, és 11-es. Na, itt mi történt? Ugye itt nincsen VAR, tehát hogyha a bíró befújja, akkor fixen az kezezés lehetett. Arda labdával, és Krsmanovic kivédi Arda 11-esét. Fogja is a fiatal a fejét, de nem baj, mert beadhatja a szögletet. Nincs semmi veszve, be kell fejelni akkor itt. Kirúgják a bosnyákok. Hatóig jut a labda. És onnan nem történik semmi. Hát Arda Gülernek ez a kihagyott 11-es, ez nem fog jól mutatni. Dumbia közben kisebb sérüléssel bajlódik, de hát le is cseréljük, nehogy itt nagyon lesérüljön, és akkor beállhat Németh Andris, kap megint egy kis lehetőséget. Úgyhogy ugye amint kimegy a labda, végbe megy a csere, Varela föladja Szántónak, Szántó elől elfejelik, de Dumbia még itt sérülten is, Grbesic rossz labda levételét bosszulja meg, odaugrott, elvette a labdát és belőtte, nézzük is meg. Tehát Varela fölívelése, ugye Szántónak megy, de elfejelik Szántól, és Grbesic, ahogy leveszi a labdát, elpattan tőle, Dumbia pedig gyorsan eszmél, odaszalad, gólt lő, és rögtön a gól után le is jön a pályáról. De én most azért azt látom a csatáron, az elefántcsontparti csatáron, hogy kezd valamennyit fejlődni. Jönnek a gólok, bár nem a tét meccseken, de hát majd bemelegszik. Grubesic a labdával, és ez, hát majdnem azt mondtam, hogy nem jó, de Kukić elé kerül, de szerencsére mellé lövi. A H betűs focista nevét nem próbálkozok kimondani, Hadzikadun nincs vagy valami ilyesmi. Véget is ér a mérkőzés, 5-0, ugye egy magyar klasszikust idézve, 5-0, úgyhogy ennyi örömünk legyen. És a mai napon nyílt meg a transfer window, tehát mától lehet igazolni a magyar csapatoknak. Nekünk pénzünk nincsen, de megnézzük legalább, hogy a többiek igazolnak-e. Leo Winkauf a Hannoverből a Fehérvárba igazolhat. Érdekes, egy német kapussal erősítene a Fehérvár. Na, és akkor a futballklub Kukesi ellen egy teljesen új taktikával, egy 4-1-3-2-vel
megyünk ki, ahol Iliev a kedvelt posztján támadó középpályásként szerepelhet. Elől ugye Németh András és Muanta fogja, tehát ez a hármas. A Gökaj-Szántó párossal kiegészítve fogja a kaput ostromolni. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy hogy válik be ez a terv. Mindjárt láthatjátok is a felállást. Saibi lesz a középső középpályás, és neki kell majd sokat dolgoznia. De megnézzük, hogy ez mennyire működik. Lehet, hogy nagyon kikapunk. Az is lehet, hogy nem. Egyelőre Jakopóni bedobását látjuk. Emre Gökaj tudja beadni középre. Muanta kapufa. Viszont Németh Andris a kipattanót befejeli, úgyhogy vezetünk is a 10. percben. Meg is nézhetjük. Ugye Emre Gökaj nagyon merészen beadta, és ott Muanta kapufára fejel, ami ugye valahogy Németh Andris fején köt ki. Fogja is, mert ez nem tudatos volt, hanem igazából bepattant róla. Szerencsés góllal vezetünk. Ugye Iliévnek akarok itt egy pici játék lehetőséget adni meg, hogy bemutassa, hogy mit tud. Közben Vitor Feijão, Dacsi, Gyasi, kapufa, Ható rúgja előre a labdát. Muanta, Iliév. Iliév elveszik tőle. Tehát Iliévnek akarok egy pici lehetőséget adni, hogy mutassa, hogy mit tud. Számolunk vele. Ferreira, Akoli, kirúgja, Rekik, Saibi, Muanta elveszik tőle, Ható vissza, és a Szántó fogja megszerezni, és Muanta nagyon szépen használja ki a helyzetét, és lő gólt, 2-0-ra vezetünk már. Iliev egyelőre nem sokat csinál. Itt megnézhetjük, hogy többszöri felszabadítás után egyszer csak ott megsítől Szántó lefejeli, és Muanta, hogy beszalad, egyből át is lövi a hosszúba, és így a kapust is megtréfálta. Saibi, na Iliev Muantának passzol, aki Németh Andrisnak. Németh Andris kiadja jobb szélre, vagyis kiadná, de ez Éberté, akivel vissza is támadhatnak az albánok, de Sané, Seka, Vitor Feijão, és Jakopóni szerzi meg, az indult egy támadás, de szerencsére gyorsan közbeléptünk. Ható rúgja előre, Muanta, Szántónak nem jó, Megsi, azt ott le kell fejelni, így van, Emre Gökaj, Muantát ugratja, Muanta megszerzi, kifejeli Szántó, vissza Németh Andrisé a labda, ő hátra fogja passzolni, Jakopóni, aki beadja, jön Szántó fölé. Most vannak támadások, úgyhogy jó, a golli. Iliev a labdával, Németh Andris, aki kiugratja Muantát, Muanta nagyon gyors, odaér a védő. A golli fogja kirúgni megint. Ezeket azért meg tudjuk szerezni, mondjuk most pont nem volt senki Vitor Feijaón a jobb szélen, úgyhogy le tudja vinni az alapvonalig, és nagyon sok albán ért fel, tehát 4 voltak hátul, és följött, vagy 6 albán, de újra támadunk, Németh Andris, Ébert, Agolli kirúgása megint, ez nem les, hát Dacsi ott volt teljesen üresen, gól, azért én ezt megnézném egy, hát ez érdekes. Tehát itt ugye még nem látjuk, hogy hogy van az elrúgás pillanatában, de itt fixen lesen áll a Dacsi. Hát mindegy. Ugye nem kapunk olyan képet, hogy láthassuk. VAR nincsen, barátságos mérkőzés. Egy érdekes gólt kaptunk. Bitici. A golli. Ezt le kell fejelni. Sané, Saibi, Sané előre. Muanta, Szántó, Muanta, lemegy, be tudja adni középre? Nem, hanem beforog, és megpróbálta rálőni, de sajnos mellé ment. Andris, Németh Andris volt mellette, de nem állt annyira jól,
hogy lehessen neki passzolni. Újra támadnak az albánok, Seka megszerzi Szántó, most elég jó játszik Szántó, Iliev, hát az nagyon hosszú labda, ez most Iliev-től nem egy jó passz, de Rekik, Németh Andris, Muanta visszaadta volna önzetlenül, most nem akarta rálőni, de nem volt jó a labda. És igen, látjuk a pontszámokat is, hogy Szántó a második legjobb játékosunk jelenleg pontok alapján, és én fönntartom most ezt a kezdő 11-et, úgyhogy picit még kapnak bizonyítást, hát ha összejön a győzelem, Szántó szabadrúgása, beadja, sikerül kifejelni, és megint Dacsi a labdával. El is tudja vinni, nem nagyon lépett oda neki a védőnk. Meksi, Dacsi, Seka, Elid, Fejzsau be fogja tudni adni, és Gyasi. Gyasi, szintén be Seka, Alvarez védi. Szerintem rajta kívül nem sokan tudták, hogy hol a labda. Újabb szöglet, Hajderaj, Vitor Fejzsau, Dacsi, és Dacsi dupláz. Megint kicsit üresen hagyták a védők, viszont ez Les miatt nincs megadva. Úgyhogy ezért volt annyira üresen, mert Lesen állt. Hát cseréljünk, mert újra albán támadás. Bár azt már ugye beleszólni nem tudunk, de azért nem kéne. Kerkez beáll, és Rekik helyett be fog állni Vuskovics. Szántó maradhat. Iliev nem játszik olyan jól, de nem akarom lecserélni, mert szegény akkor teljesen hitét veszti. Saibit cseréljük le, és Takuhiro Nakai áll be. Úgyhogy ez a pár csere, amit véghez viszünk. Sané szerzi meg a labdát. Hato. Rekik. Vissza Iker Alvareznek. Alvarez fogja fölrúgni. Így van. Muanta felé. Muanta el tudja fejelni, de nem indult meg azonnal, úgyhogy Dragosi szerzi meg a labdát. Aki felrúgja a jobb szélen. Rekik. Hato. Hato ismét Muanta felé, de ebben nem ér bele senki, ugye Lesen voltak, úgyhogy Agoli a labda. Agoli rúgja ki. Ez viszont Sané mit művelt? Dacsi, Haksu, Vitor Fejzsau, és ott az egyenlítő gól. Hát itt most Sanénak volt egy elég érdekes megmozdulása. Most fognak majd ugye jönni a cserék. Nem kirúgja, hanem így elpattan tőle, és az albánok meg elég ügyesen fölérnek. Tehát most is, hogyha jól láttuk, többen voltak ott, mint a mi védőink. Úgyhogy hiába a 2-0-ás előny, már 2-2-re állunk. És támadnak az albánok. Dacsi. Fejesét Alvarez védte. Haksu. Haksu Hassai Sané rúgja ki. Felszabadítunk. 13-13 kapura lövés, viszont az albánoknál 7 eltalálta a kaput, ami nálunk csak 3. Most nem túl jó arányban szerezzük a, vagyis lőjük el a helyzeteinket. Most, hogy látom, ez lesz a vége, és 11-esek, ugye úgy állítottuk be, úgyhogy csak menjünk és nézzük meg, hogy mire jutunk. Ferreira fogja lőni az albánok első 11-esét. Alvarez jó az irány, de nagyon szép lövés volt, ezt nem foghatta. Mi oldalunkról Muanta. Ezt belövi. Ott a kapus teljesen a másik irányba ment. Ndreca. Vagy Drecsa. Azt Alvarez védi. Nem a legjobb szöget választja a játék, hogy nézzük a 11-eseket. De legalább láttuk, hogy védi. Na, Gökay. Gökay. Kapufa. Ugye. Jó volt. Túlságosan a szélére helyezte.
Peposi, Álvareztől kéne majd még egy bravúr, de most még az irány se volt meg, úgyhogy vezetnek az albánok. Vuskovics. És belövi. Úgyhogy 2-2. Álvareztől kéne bravúr, vagy egy albán mellélövés. Haksu. Hát ez középre ment, megint nem láttuk, hogy mi történt pontosan, de gól. Na, Iliev. Nézzük Iliévet. Iliev a labda mögött. És belövi magabiztosan középre az elugró kapus mögött. Basa. Iliévnek szorítunk. És ezt Iliev megfogja. Basa nagyon rosszul lőtte. Úgyhogy Németh Andris nyerheti meg a mérkőzést nekünk. Nézzük, hogy a magyar fiatal képes-e. Na. És igen, nagyon szépen szélére lőtte. Úgyhogy 11-esekkel megverjük a Kukesit. Nem mondom, hogy teljesen elégedett vagyok. Így van. Jekyll és Hyde performance-ot láthattunk. A Zsejeznicser ellen ugye láthatjátok, hogy hát majdnem a legerősebb kezdő 11. Iliev és Németh Andris kapott lehetőséget a kezdőben. Próbálom most őket beépíteni. Hát ha hasznunkra lehetnek a tavaszi idénybe. Úgyhogy mind a két fiatal most ismét lehetőséget kap, és kiderül, hogy élnek-e ezzel. Visszaálltunk a 3-2-3-1-re. Hogy ezt is szokják. És hát, hogy látjuk, az első 20 perc az lepörög bármi nemű helyzet nélkül. Azt látjuk, hogy a bal oldalon szeret támadni a Zsejeznicsar. Mi azért nagyjából ugye megoszlik nálunk a támadások. Ugye középen Varela, jobb szélen meg Allende szokott támadni. És az első félidő azt hittem lepörök helyzet nélkül, viszont bosnyák helyzet, aminek annyira nem örülünk. Szakad az eső, Babics. Musa Ceccaroniról pattan le, de úgyis középre kerül. Enzo Bajomo tudja kirúgni, vagyis kifejelni. Biuk. Biuk tud vele megindulni. Picit megáll, és kipasszolja balszélre, ahol érkezik Hato. Be tudja adni, de ez Hodzsicsé. Úgyhogy nagyjából valószínűleg ez lesz itt az első félidő. Bár még nem vette el a képet, értek, hogy Allende tud indítani, és Biuk ezt el is éri, és be tudja adni. Iliev mekkorát védett Hodzsics, tehát Iliev most egy nagyon szép támadás végén lőtt kapura. És hát Hato nagyon el is fáradt így az első félidőbe. Úgyhogy hát az volt a terv, hogy akik ilyen rossz értékelést kapnak, de Hato csak nagyon el van fáradva, úgyhogy helyette bejön Szántó Regő. Igazából Saibi is elfáradt, úgyhogy Oszkár beáll a helyére. Iliev meg Németh Andris pedig még marad. Úgyhogy ez lesz a fél időben a csere. Jó. Bár Iliev nagyon el van fáradva, úgyhogy nem biztos, hogy sokáig fent marad. De nézzük. Lara. Ceccaroni. Tudja indítani Biukot, de Biuk nem szalad, hanem Becsirovic. Ceccaroni. Varela, megint csak Biuk felé, de ez Becsirovics megint. Iliev fejeli Biuk elé, aki megpróbálta rátekerni, de mellé ment a labda. Úgyhogy Iliev azért most
próbál jól játszani, majdnem ő a csapat legjobb játékosa, viszont nagyon el van fáradva, úgyhogy most fog lejönni. Méghozzá Arda Güler áll be a helyére, és Enzo Bolyomó is helyet ad Salif Sané-nak, és Németh Andrisunk nagyon rosszul játszik, úgyhogy beáll helyette Dumbia. Megnézzük. Tud-e valaki csodát tenni az utolsó 30 percben? Hát nem úgy tűnik. Ugye Csekkaróni is elfáradt közben, de most már hagyom ezt a 11-et pályán, csak nem sérül le senki nagyon. Sané szerez labdát. Indíthatunk egy támadást. Varela, Arda, Dumbiát ugratja, aki hatalmas gólt lő. Végre ezt várjuk tőle, hogy beáll csereként és ilyen hatalmas gólokat lő, úgyhogy vezetünk a Zsejeznicser ellen. Meg is nézhetjük, hogy itt Varela Ardának, aki észrevette, hogy Dumbia el tud szakadni a védőjétől, ő pedig nem totojázott, hanem még át se kellett vennie a labdát, azonnal lőtt. És jön még egy Hajdarevics szöglet, amit ki tudunk fejelni. Varela. Jó, nem történt semmi. És vége is a találkozónak. Úgyhogy Dumbia góljával sikerült nyernünk. Iliev nem játszott rosszul. Németh Andris annál inkább, úgyhogy ezt azért majd mérlegeljük. Ez a rendszer annyira nem fekszik a fiatal támadónak, kell mellé valaki. Na hát a Salgó Tarján ellen, főleg úgy, hogy a Puskás ellen ugye jön a következő meccsünk a bajnokságban, így egy idézőjelesen tartalékos csapattal, de még mindig Németh Andrissal a kezdőben próbáljuk meg a győzelmet. Itt láthatjuk a Tarjáni a kezdő 11-ét is, úgyhogy gyerünk, nézzük meg, hogy mire jutunk a fiók csapat ellen. És aki figyelmes, az látja, hogy Mergl Szabolcs a kapuban, tehát a kapusaink is pihenőt kaptak. Hato, Nakai. Hatot tudja beadni, Muanta elől elfejelik, de Jakopóni szerez labdát, Sané. Jakopóni, vissza Sanénak. Jakopóni, be tudja pöccinteni, érsek. De csak hatóig jut a labda, Andrist viszont szerelik, úgyhogy Illés rúghatja ki, amit Sané szerez meg, Jakopóni. Emre Gökajnak passzolja a szélen, Emre pedig ugratja Muantát, és az ott 1-0. Nem sokan látogattak ki a meccsre, de azért a hazai közönség örülhet ennek. És láthatjuk, ahogy Emre Gökay vette észre, hogy ott van esély, hogyha kiugratja Muantát, aki átveszi ballal, majd jobban elgurítja a kapus mellett. Novák, Csifó, Horvát, szép tarjáni támadás, Tarlósi a bal szélen, és Jakopóniról pattan le, aki beadja Nakainak, és innen építkezhet a Budapest FC, Muanta Németh Andris felé, elfejeli, de ott nincsen senki, úgyhogy érsek előre rúgja, Sané,
Novák, Meggyesi. Meggyesi. Tarlós tudja kiugratni. És Mergl védi Tarlós gurítását. Szöglet. Csifó. Jön, rúgja ezt. Szané fejelte ki talán. Meggyesi. Teljesen hátra a labda. Emre Gökaj. Kivágják. Vuskovics. Nakai. Nem jó a labda. Borsos adja hátra Illésnek. Viszont ez megint Szanéé lesz. Jakopóni. Emre Gökaj. Arda. Nakai. Muantát próbálják játszani, de nem minden jut el hozzá. Csillik. Horvát. Horvát előd a labdával, de Nakai sikeresen megszerzi tőle. Viszont itt mennek az előre fellövések, és mindig megszerzi az ellenfél. Most Boros tudja elvinni a szélen, és jött Tarlós fölé fejel, de egy érdekes helyzet volt. Németh Andris most sem remekel annyira, itt a pontjából lehet látni. Nem mondom, hogy a legrosszabb a csapatban, mert azért Arda és Szántó még rosszabb nála. Viszont nem nagyon vannak helyzetek. A Tarjániaknak 7 helyzete van a mi 3-unkhoz képest. Tehát itt ez a 4-4-2-be valami, nem tudom, itt nagyon nem úgy működik, ahogy kéne. Illés kirúgása az első félidő végén. Novák. Nakai, Novák. Tarlós itt próbálta indítani, azt Jakopóni szerzi meg. Még van fél perc egy támadásra. Úgyhogy Emre meg is indul, és a Szántó kapufát lő, megszerezte a labdát. Ott állt a kapussal szembe, és kapufát lőtt a fiatal balszélső. Nem gond. Maradnak még. Most nem bőt, ha fáradnak. Hato. Felpattan, úgyhogy Muanta tudja lefejelni. Arda. Szántó, Németh Andrist ugratja ki, de érsek. Gyorsabb volt, de Németh Andris valahogy tudott rúgni, ami Illés kezei között kötött ki. Horvát. Novák. Horvát. Tarlósi. Tarlósi. Horvát. Horvát Máté, mert ugye előd a csatár. Novák. Boros tud lőni, Mergl védi, úgyhogy megint szöglet. Csifó a szöglet rúgással. Beadja, érsek Vuskovics fejeli ki, úgyhogy szöglet a másik oldalról. Ott is Csifó. Beadja. Kifejeljük, Szané volt, ha jól láttam, de csak Meggyesig jut. Novák, lő, Horvát elődelől fejelik le, de még mindig a Tarjániaknál a labda. És újabb szögletet rúghatnak. Nagyon nagy a veszélyeztetés, Muanta fejelte most ki, de visszakerül Csifóhoz. Csillik, hátra Bakosnak, aki beemeli, Ható lövi ki Borsos elől, de Bakos ismét. Jakopóni Tarlósig jut a labda, rálövi, Horvát előtt beleteszi a fejét, és gól. Úgyhogy nem csak, hogy nem húztuk ki kapott gól nélkül a Tarjániak ellen, de jelenleg döntetlen az állás, aminek ugye olyan szinten örülünk, hogy a fiók csapatunk az erős, de sajnos nem erről van a helyzet, hanem arról, hogy mi vagyunk nagyon gyengék. Ez a 4-4-2 nem fekszik annyira a gárdának. Megint csak, úgyhogy vissza kell majd állni. És megint egy Tarjáni támadás, úgyhogy ezt most megszakítjuk. Németh Andris Muanta mellett sem jó. És az a kérdés, hogy Muantával van a gond mellette, úgyhogy őt hozom le. Andris mellett még kitartunk. És Szané nagyon elfáradt, úgyhogy beállhat Rekik. És a két, hát nem, Arda nem az igazi, úgyhogy Arda helyett pedig beáll egy picit Varela,
megnézzük, hogy mire képesek. Tarlósi kapja teljesen üresen a labdát, de szerencsére mellé lőtte. Jöttek a cseréink. Németh Andrásnak meg kell találni a helyét, tehát egyedül nem volt jó elől. Mua Anta mellett sem megy neki a játék. Meg kell nézni, hogy mit tud. Az is lehet, hogy egy másik pozícióba teszem. Ezt meg is nézem, hogy... Ugye... Hol is van Németh András? Igen. Hát akkor ő... Betesszük deep lying forwardbe, hát ha az... Az jobban fekszik neki. Illés. Kirúgása. Azt Rekik fejeli előre. Varela. Dumbia. Emre Gökay. Szerintem visszamegy majd. Nem. Elviszi. Elviszi. És be fogja adni. De rossz a passz. Orosházi és Horváth Máté által előre. Csáki. Az ugye Vuskovicsé. Ott nem volt senki. Vuskovics lövi előre. Dumbiát fejelik le. Varela szerzett labdát, úgyhogy Varela a középpályán jó volt. Emre Gökay pedig hatalmas gólt lő ballal, szépen betekerte a labdát a hosszúba. Azt hittem először, hogy mellé megy, de gól lett. 2-1-re vezetünk, itt lehet is látni, hogy elfejelik, de Varela küzdött meg a labdáé. Emre pedig gondolt egyet, és onnan ellőtte. Olyan 20 méterről betekerte a kapuba a labdát. Végre villan a török fiatal is. Ugye még mindig csak 16 vagy 17 éves Emre is, úgyhogy van még hova fejlődnie. Újabb támadás, Varela, Emre, ballal be tudja gurítani, Orosházi lövi ki, Rekik, Jakopóni, vissza Emrének, aki megint be tudja adni, Szántó fölé. Megvannak a helyzeteink, csak nem úgy alakul a mérkőzés, hogy ezeket ki is használjuk. Azért még vezetünk, de Varela beállítása nagyon jó ötletnek bizonyult, és Dumbia mellett sem kap nagyobb lehetőséget Németh András. Sajnos nem az igazi, meg ez a poszt sem. Kísérletezni kell vele. Bíztam benne pedig, hogy ő is egy jó magyar fiatal, és akkor ott Ádám Martinnal nagyot tudnak elől bizonyítani, de egyelőre nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Közben annyi történik, hogy Illés Németh András elé ütötte a labdát, amit ugye ő rárúgott egy hátvédre, és most Szántó szöglete jön. 88. perc, Szántó adja be, ezt kifejelik a tarjániak, de ott van Varela. Nakai, Varela, Varela onnan, hát most nem adja be, hanem... Valahogy eljut a labda hatóig, és Németh nem, Dumbia tudott fejelni. De fölé ment, Illés kirúgása, azt ott meg kell szerezni. Németh András, ható. Hát hatónak nem jók a passzai, neki is van még hova fejlődnie. Viszont szerencsére most a középső védőink azok jól játszanak. Novák, Csillik. Indítja Csákit, Csáki üresen, és egyenlít a salgó tarján, Csillik Kristóf szép meglátása, és Csáki még nagyobb helyzete, ugye itt láthatjuk, hogy Csillik indította Csákit, akiről lemaradt a 14-es számú Rekik, pont az előbb dicsértem meg őket, és ezt pedig Mergl mellett belőtte, nem gond, ugye lehet, hogy ezt Alvarez, vagy éppen még Neseret is védte volna, Mergl első mérkőzése volt az idézőjeles nagyok között, és nem választok 11-es lövőket, nézzük, hogy mire megyünk, hát Merglel a kapuba, nem biztos, hogy lesz 11-es védés, hogy abba bízunk, hogy valamelyik tarjáni kihagyja, hát ezt azért Alvarez biztosan fogta volna. Jön Dumbia, ez szép lövés, kapus teljesen másfelé ugrott. Tehát itt most lehet, hogy ez Mergl Szabolcson fog elmenni, de ezt bevállaltuk. És jó volt az irány, Csáki pedig kapufára lőtte,
Úgyhogy innentől, hogyha Vuskovics belövi, akkor nálunk az előny. És Vuskovics kihagyja, Illés kivédi Vuskovics lövését. Úgyhogy ugyanott vagyunk, ahol eddig. Bakos. Merglen a világ szeme. Hát itt eldőlt, az irányt eltalálta, de ez nagy erővel helyezett lövés volt. Emre Gökaj, ugye kihagyta a múltkor, de most nem teszi ezt, hanem belövi, mehet tovább. Horváth Máté. Horváth Máté. Ugyanoda, ahova Emre lőtte az előbb. Mergl esélytelen volt ennél. Varela, hát Varelát nem hiszem, hogy 11-est hibázna. Megint a legrosszabb kép, de szerencsére belövi. Jön az ötödik sorozat. Csillik. Csillik Kristóf. Mergl nagyon közel volt. Ez talán ez volt a legvédhetőbb lövés az első kivételével. És Németh Andris. Na hát, most Németh Andris, hogyha nem tudja belőni ezt a 11-est, akkor nagy bajok vannak. Odaáll. Neki szalad. És Németh Andris kihagyja, tehát megpecsételi a nagyon-nagyon rossz teljesítményét azzal, hogy 11-est is hibáz. Láthatjuk. Talán csak Szántó volt nála rosszabb. Meg a lecserélt Arda Güler, nagyon nem találja a helyét Németh Andris a csapatban. Ami azért is rossz, mert így az értéke sem nő, és nem fogjuk tudni drágán eladni. Úgyhogy kikapunk végül a Salgó Tarjántól is, így zárjuk a felkészülést, és így fogjuk zárni a mai részt is, mert már a Paks elleni az a következő epizódra fog maradni, úgyhogy addig még elpörgünk. Közben a tavasz első meccsén a Honvéd X-el a Zalaegerszeggel. És itt is vagyunk, azonban ezt már ugye a következő részbe játsszuk le, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt, remélem tetszett, ha igen, nyomjatok a videóra egy lájkot, ha pedig szeretnétek továbbra is követni a Budapest FC történetét, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és mindenképpen nyomjátok meg a csengőt, hogy értesítést is kapjatok, hogy mikor jelenik meg az új rész. Próbálok majd két hetente megjeleníteni egy-egy új részt, nem biztos, hogy a heti bele fog férni, de igyekszek minél hamarabb részeket osztani nektek. Sziasztok!